most azért akarsz visszatáncolni a kapcsolatból, mert majdnem lett egy gyereked? Vagy mi? Nem. Hanem? Beparáztam. Életemet utálom már, költözködök, semmi nem jön össze, munkanélkül vagyok, az egész életemet úgy gyűlöm, ahogy van. De ugye tudod, hogy az első folyamat az lesz, le kell borotválnom körbe a fejvőrödet. Jézusom. És nem, nem Jézusom. Probléma ez neked? Az igazság, hogy úgy érzem, hogy nem szabadna folytatni tovább ezt amúgy. De miért? Mire választottál? Hagyd így, hazamennék így, ne kész vagyok, na miért? Hát eső, nézd csak! Ez a protézis, ez fog majd rákerülni. Ilyen csoki barna színbe tudtam neked szerezni. Fogd meg az anyagát, teljesen eredeti emberi haj. Nyilván nem élő, még egyszer elmondom, nem élő hajról van szó, de eredeti emberi európai hajról van szó. Ezek azok a kis lukacsok, amiben majd a hajad majd fog nőni, ezekbe fog majd belenőzni ebbe a kis lukacsokba, és akkor belenőtt, akkor már nem lesz olyan kicsit olyan kellemetlen, mert ezért biztos, hogy akkor kihúzzák a fogadat, vagy megcsiszolják, az is kellemetlen még, amikor furcsa. Na ez is olyan lesz, hogy rárakjuk a ragasztót, szépen rárakjuk majd ezt is, és akkor biztos, hogy lesz egy kis kellemetlenség, amit érzel, hogy kicsit viszked a fejből. Normális. Bele fog majd menni a tupi hajba majd a hajad, és amikor kicsit kezd nőni, akkor már nagyon kényelmesen fogod tudni viselni. Tehát ez egy ilyen normális folyamat, amit a fejbőröd majd fog ő érzékeltetni majd veled. Ennyi igazából. Hát most gondold el, mikor végzünk majd ezzel a kis dologgal, hazamész, és egy új pacek fog hazérni a feleségedhez. Csak jobban fogsz neki tetszeni este, nem? Remélem. Ez így sokkal passzekabb, nem? Remélem, bízom benne. Jó, oké, és tesszük, úgyhogy mindenképp egy új ember leszel, ennyi. Ne izgulj el rajta. Csáóka! Kérem, uram! Mi újság? Minden jót, tesszom. Figyelj! Milyen jó idő van már. Füstöl az idő, kérem. Egy az, hogy füstöl az idő, kettő, Marnótka lent van, vár minket, tesszom. Jó, már nem van. Persze, és na, hallod, olyan helyekre elviszlek, a legszebb helyekre. Hát kíváncsi vagyok. Legszebb hát, lányok lesznek. Ezt az utat megteszem veled, tesó, akkor el is várom, hogy vigyél valami jó erre. Legfélem a bételek lesznek ott, mamu már vár minket, süt, főzt, kérem. Jó, hogy drága süteményeket csinálta. Akkor megint széteszik az agyunkat. Muszáj, tesó. Te meg akármilyen hihetetlen, én már nem voltam Antarjánban. Tényleg? Na most ez jó lesz, tesó, neked. Még nem voltam soha. Ez jó lesz. Egy kis levegőváltozás. Na jó, akkor menjünk. Ülj be, vérem. Jó van, én nagyon izgatott vagyok amúgy, tesóm. Kíváncsi leszek, hova nagyon minden. Jó lesz, higgyél nekem. Hát reméljük. Nagyon jó lesz. Be vagyok dobva. Tiszta buli vagyok ma. Hát ez Salgó Tarján. Nem egy nagy vasszis, de szavú. De itt tettem föl. Örülök neki amúgy, hogy kibékültünk és el tudtunk végre jönni mamit hozzá. Na, már ideje bemutatni. Lehet, hogy költözünk is, nem úgy, hogy már nekem mutatja, hogy kivel költözünk. Már várom, hogy találkozzak vele nagyon. Ha muszáj. Unokabátyámat kihívtam amúgy, jön elénk kocsival. Már itt is van már. Ja, ő az? Aha. Őt hogy hívják? Ricsi. Ricsi. Szevasz, Ricsko! Szia, tesóká! Nézzük van! Nem sok semmi, de rég láttalak. Ciao. Na jó, Rebeka, akiről annyit hallottál. Szia, Rebeka. Kinél vagy, szia. Ricsi vagyok. Örültem. Na mi újság esetleg? Minden rendben, mondom, gondoltam, ha bejövök, értetek. Jó, tetted. Na, merre az út? Hát menjünk ki mamóhoz, főzött finomakat. Na. Szagatja a nakedlit. Jó van. Jó vagytok, minden rendben? Ja. Hát most békültünk ki nemrég. Volt egy kis összeveszés köztük. Hát igen, úgy volt, hogy lehet, hogy én nem is jövök most le, de hál' Isten megbeszéltük, úgyhogy... Tisztáztunk mindent. Jó, ne egyetek nekem rosszba. Hát próbálunk nem rosszba lenni. Hát Ricsi az én unokabátyám, de kb. Édes testvéremként tekintek rá. A testvére is úgy veled még újságban? Tánc, megy, vagy valami? Hát az enyém kicsit bonyolult. Mert? Majd inkább elmesélem, nagyon bonyolult. Nem is táncolsz már semmi?
Hát, most egy kicsit szüneteltetem ezt az egészet, mert kicsit más bizniszbe forgok. Más bizniszbe? Aha. Ezt meg kell, hogy mutassad. Mindenképpen, figyelj. Na, kíváncsi vettél. Menjünk testvér akkor. Jó, menjünk. Köszönöm. Egy kicsit mindig fura ide visszatérni a Salgótarjánban, ugye, de hát mégiscsak itt nőttem fel, itt töltöttem több évet az életemből. Pestet jobban szeretem amúgy, de kedvelem Tarjánt is, itt vannak a családtagjaim, mindenki. Hát meg lehetséges, hogy le kell majd költözünk. Na Tibó, na mi a helyzet veled? Tudod? Mesélj már, mi volt a izén? Szülinapon, hogy érezted? Tesó, jó éreztem magam is, te? Hát megmondom, a frankót, halózás jó volt. Én most nagyon elégedett most voltam, testvérem. Most nem tudtál lenni. Nem, én most nagyon jól laktam. Sütiből lettél? Tortákból? Tortából szerintem, nem vagyok édesszágy, de mindegy, várjál. Az elején kicsit kellemetlen ilyen volt. Ilyen feszélyezve érezted magad, ugye? Igen, egy kicsit az elején. Ilyen idegen volt a helye. Hát kicsit az elején, ja. De... Jaj, tesóm, én nagyon jól éreztem magam. Szintikével úgy érzem, hogy elmélyült egy kicsit a kapcsolatunk. Tudtunk beszélgetni. Tudtunk kettesbe is beszélgetni, tudtunk kicsit iszogatni is, jól éreztük magunkat, táncoltunk is. Mert azt láttam, hogy azért el voltatok. Kicsit lassultunk azért is. Szívtipró gyerek. Ja, hát most tesó, valamit elő kell hozni, érted? Mégiscsak első benyomások azért az fontosabb. Szépen. Szüleinek is minden, érted? És hogy érzed, mi lesz? Szerintem ebből kapcsolat lesz. Na, kérek szépen, megjöttünk. Na, itt is vagyunk. Ma már nagyon be van zsongva. Hú, mekkora házak vannak. Mi? Nagyon nagy házak. Hát ez nem az a pesti levegő. Ez nem pesti levegő. Sőt, Tomi, azt gondolom, hogy itt ebben az utcában egy cigány nem lakik. Csak mi lakik. Csak mi, csak mi. De mi kiteszünk a százat. De mi igen. Kutya már kint van. Mamó! Na. Mit csinál? Sejtőr költözött. Ez a Szebastian Ogedlit. Mindig telefonál, hallgatja a zenét. Mamó! Hát, kutya. Tupak, tupak. Szia! Mi van, Tupi? Tupak! Az nem volt Tupak. Ott van, mamó. Szióka! Kit hoztam? Szia, Tupi! Szia! Csókolom. Na, szia, mamcika. Mi újságban? Nem sok. Csókolom, Rebeka vagyok. Ő az én barátnőm. Nagyon örülök, hogy végre találkoztunk. Oké, jó. Na, mi újságban mi? Nem sok, nincsen. Jöttünk már bemutatni neked a lánykát. Na, épp ideje. Meg a Ricsivel is már rég találkoztam. Igen. Magam utolsó sorban jöttem enni egy kis nokedlit, mama. Jó, fiam, mindjárt kész. Azért mondom. Na, jó, újság, menjünk fel akkor. Jó, menjünk, gyerünk. Hát, mamám azért, ugye már kiskor óta kb. Itt él Salgótarjánban. Ő az egyik legfontosabb személy szerintem az életemben. Nagyon szeretem őt, nagyon sokat jelent nekem, rengeteget segített az életben nekünk, és ő tartotta mindig úgy össze a családot. És tényleg ő volt az a papa halála után, aki így az egész családot egybefogta, ő csinálta a vacsorákat, ebédeket. Hát ő mama. Figyelj, én még Salgótarjánban nem voltam. Aha. Egyébként, azt mondtam már neked. Mindjárt megérkezünk. Úgyhogy én most nagyon örülök ennek a kirándulásnak. Ez itt egy kisebb falu, tesóm, itt meg apukámnak az anyukája. Drága, jó idő van, tesóm. Erre megyek, Tibi, ugye? Aha, erre, testvérem. Nem. Nagy házi bulik voltak itt a Janiéknál, képzeld el. Komoly házi bulik, mindig. Hallod? Jaj, de tudsz, mama, te mindig nagyon tudtál amúgy. Én nagyon szeretem amúgy a nokedlit. Nagyon szeretem. Na, most hogy, hogy tetszik a jány? Hogy tetszik a jány, mama? Tetszik, fiam, és őszinte vagyok, hogy most így, ahogy megláttam, bele vagy írva, mert nekünk szokott lenni egy nagykönyv. És akkor, ha valaki megtetszik, beírlak a nagykönyvben, de csak szerzával. Még nem vagy benne szégyenesen. És mikor már úgy lesz, hogy na, biztos a dolog, akkor meg már tollal, mert a szerzát még ki lehet radírozni. Jaj, a tollat is ki lehet, mama! Nem! Hogy ne lehetne, ezével ibolyavítóval átmegyek rajta. Én nekem nem olyan... Tollam. Akkor neked, ha már tolla, akkor már biztos. Hát igen. És mikor leszek tollalba én? Még várunk egy kicsit, még ismerkedünk egy kicsit. Hogy tudsz, mit tudsz? Mert ugye nálunk kell sütni, főzni. Tudod, de várom a nokedét, mama. De tudom, szép fiam. Nem, ha nagyon éhes, mert direkt tudom szépen. Pörgözött meg olyat csinál, mama, hogy senki virágot. Direkt azért nem lettünk, mert tudtuk, hogy magasokat fog főzni.
Mert mondta Arnold, hogy Nogit jót főzök. Igaz, biztos mondta. Nogi pörre jött, mindig jó. Hát mama szerintem jól fogadta Rebekát, szimpatikus volt neki. Hogy miért lesz később, ez majd kiderül egyébként, de első benyomás az jó volt szerintem. Mi a helyzet, szép fiam, Budapesten? Amúgy. Minden a késem úgy, hát yeah. Nem nagyon van meló, mama, az igazság. Hát fiam, hát akkor hazajöttök. Na úgy mi is azon gondolkodunk, én azért jöttem. Igen, nem, a felső szint. Hát beolom az őszintén, miért vagyok most itt, mama? Na mondják ki. Azért vagyok itt, mert lehetséges, hogy hazaköltünk jó hónapba, és beszélettem volna neked mutatni a Rebit, hogy ne úgy jöjjek ide, hogy ismeretlen lányal, meg ilyenek, mondom már, hogy ismert meg előtte, érted? Hát jól csináltad, szép fiam. Úgyhogy most már ismered őt. Igen, igen. És mivel nem nagyon van meló. Kedves, tetszik nekem, új. Az a baj, hogy most nem tudunk dolgozni, nincs munka. Hát én nem csak ti vagytok itt, sajnos. Ő is vendéglátásban dolgozott, mama? Igen, igen, sajnos. Felszolgálóként dolgozott, pultosként, érted? Igen, most meg nincsenek ilyen melókat, minden zárva. Igen, szép, fiam, sajnos. Nekem se az éneklés nem megy, mama. Tudom. A barberkodást hallod, alig van vendégem, nincs vendég, alig van vendég. Most mindenki, senki nem vágatja a haját, még az se, aki eddig levágatta. Hát persze, fiam, hát nem gondolják, hova, mire küldik a pénzt, igen, igen. Úgyhogy, na ez van most, nem tudom mit csinálni, úgyhogy lehet, hogy jövünk hazamon, hogy itt fogunk lakni veled, legalább nem leszel, de se egyedül. Jaj, de jó lesz, szép fiam, én de boldog leszek, nagyon jó tudod. Ennyi, te se lesz legyedül. Jaj, ez egy kis lány, meg úgy, látom, hogy ugye aranyos. Legalább jó. Ennyi, ami. Jaj, de tudsz, mama, te nagyon tudsz. Jaj, én már nagyon tudtam, tudtam valamit. Hagyj mutassam, én is hogy tudok azért egy zét, mama, egy kenetet azért, mert az én is tudok egy szakadt. Jaj, de csak. Figyelj, még ezt is tudtam mindig. Olyan ügyes ő, hát kicsi korától segített nekem. Gyere, mama, nekem elfáradt a karom, mama. Mondta nekem, hogy ő volt a legmamásabb egyébként. Hát ő nagyon mamás volt, mindig. Gyere, mama, átadom. Nem, ma ott adja. Ő is tudom úgy, ő is tudom egy szagadni. Már kipróbáljuk. Hát szóba sártam volna, mert nem tudom. Majd csinálunk olyat is, ő fogja szagadni. Nekem teste nem volt nokedli szagatom, lapockáról kell szagadni. Na, álló is jó. Csak most mondom, hogy gyorsan. Ő már egy fokkal, tudod, hogy egy szinten fejebb, lapockáról. Igen, ez egy gyorsabb. Valahogy meg kellett oldani. Mamámhoz vagyunk legelsőnek szerintem, tesó. Mamácskát? Mert mondta, szívemre kötött, hogy mindenféleképp menjünk fel, enni akarunk. Főzött, sütött, főzött, hurka, kolbász, rántott hús, ez az a maz, testvérem, házi kenyér. A hurkát nem csípom, de a kolbászt. Én a kolbász, azt én is kamesz. Kis dinszteltél a káposztát csinált hozzá, biztos testvérem. De jó. Sütemény, almáspite, házi almáspite, hát ilyenek. Figyelj, azért... Meg megnézed, hogy hol nőttem fel. Hallod, hát egy hatalmas erdő van ott végig, tesómban. Én ezt nagyon várom. Nagyon jó környék. Esetleg valami nénit is keríthetsz nekem, ha már itt vagyok. Néni kékre menné rá, tesóm? Valami nénit. Fiatalabb lányok, nem jobban? Hát arra gondolok. Ja, Janez. Néni kék, ja. Arra gondolok én. Vannak biztos kis macskák a környéken, hogy ne. Jó, mama, már nagyon éges vagyok. Mindjárt kész, szép fiam. Bart, vesz is, akkor érted. Hát igen, már én is nagyon éhes vagyok. Jó, figyelj, Arni! Akkor majd ebédeltek. Addig, mi mama szaggatja a nokedlit. Van egy ötletem, mutatok neked valamit. Addig, mert Rebbi meg mama, hagyj ismerkedjenek. Tricselkedjenek? Hát ja, meg amúgy is szeretnék neked valamit mutatni. Ha mindjárt jövök, mutatok, mit mutat már itt. Na. Nagyon kíváncsi vagyok, testvér, már nagyon. Mondjad, kislányom, hogy bánik veled a álmod? Te egyébként nagyon jól, én meg is lepődtem, mert először, amikor találkoztunk, akkor egy kicsit adta nekem a vagány gyereket, meg a kicsit ilyen bunkó stílusa volt, de másodszorra, meg azóta meg kenyérre lehet kenni. Most mondd, elárulok neked valamit. Ő nagyon nőcsávász volt, bevallom. Mesélt nekem egy-két dolgot. Most ugye beszélgettem vele egy kicsit azóta, ugye telefonon hívtam, és azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy te téged komolyan vesz. Hát nekem is úgy tűnik egyébként. Komolyan vesz, kell, és most már nem érdekel őt senki, semmi, és csak te érdekel őt. Úgyhogy úgy vigyázzál rá, hogy minden oké legyen. Na tesó, akkor meg szeretném neked mutatni, manapság mivel kell belefektetni, hogy biztos jól menjenek a dolgok. Egy gyerekek. Ez itt a jövő. Azt a mindenit. Na? Kicsit másabb, de mint... most ezt nem értem, kolbászok lónak itt és... Hát kolbászokkal foglalkozom. A tánc most nem megy, mindenhol a vírus időszak... Nem, hogy a szalsza meg a izé után te kolbászokat csinálsz, hagyjál már. Figyelj, mindig azt kell követni, ahol a pénz van. Most jelenleg a kolbász van a jövő. Ricsike, eddig te táncosztifőkben voltál, luxushajókon dolgoztál, mint latin táncos. Figyelj, univerzálisnak kell lenni. Univerzális balhé? Hát nem. Univerzális balhékat kell csinálni? Ne csak a... Kóstol meg! Haszmasz! Ez finom! Haszmasz robikásod? Aha. Na? Fú, de tukáltasok. Mondtam én. Tudod, hogy viszik?
Csináltam 500 kg-ot, ennyi van már csak. Újra kell csinálni. De figyelj, nézzél szét. Itt is vannak ezek. Jobban ki vannak száradva. És most ezt zsebről adtam, hanem gond, ezt a kolbászt már viszem is akkor. Pakolok is akár. Ezt viszem ezt a kolbászt, és ezt zsukel. Semmi van, jó van. Fú, de komoly. Amúgy tényleg jó. Az első kihajtásnál forduljon balra, majd. Amúgy már itt vagyunk, uram, amúgy most már. Mindjárt bent vagyunk a városban, ez ilyen külváros. Ezt úgy képzeld el, mint Pesten mondjuk egy... Somos kőúj, mi? Már ne, Somos, ne nézd, az már kint van, majdnem Szlovákiánál, látod ott, hogy SK. Az már legközelebbi. Elnézést. El kell mennünk, igen. Balra? Nem, ki arra egyenesen. Egyenesen? Így van, uram. De ez már itt, a gyárba dolgoztak nagybátyám még, testvére még erre, itt dolgoztak. Erre, ugye? Aha. Ebben a gyárban, Salgó Glass, síküveggyár. Meg van Ropi gyár, meg van a Nógrádi sós ropogó. Honnan? Nógrádi sós ropogó. Ropi. Ja, hogy itt ide akar leállni, vagy mi? Nem. Tudom. Itt villognak itt a dolgok, itt ezek az emberek. Villognak a desktop. Na mindegy, itt van Ropi gyár, tesóm. Anyámnak a nővére dolgozott a Ropi gyárban. Annyi Ropi tettem gyereknek, hogy kipattottam. A Ropi tetted örökre. Örökké Ropi voltam. Azért hisztál te meg gyerek. Nem biztos. Na tesó, de mesélj, hogy most hogy jött, vagy most hogy jött az, hogy tolbászt csinálja, vagy mi ez? Hát figyelj, ugye tudjuk a vírus időszak, ez mindenkinek odarakott. Így hát muszáj voltam olyanba beletenni a pénzt, ami mindig megy. Az emberek mindig eszik a finom kolbászt. Az igaz. Na, és ennyi. Kaja, azt kell, ezt árulom, foglalkozok vele. Meg is látszik, egy kicsit fel is szedtem, mert már mindig ezt teszem, már nem táncolós az alkat, tesó, ne haragudj meg, már a kolbász árulós. Majd visszatérek, majd visszatérek. Rebeka, most ez hogy van? Mint van? Hogy ismerkedhetek össze? Hát tesó, hát mi elég vicces volt a megismerkedés, meg minden amúgy. Mióta együtt vagyunk, csak feszekszünk kb. Amúgy. De amúgy meg tök jó vele minden, meg tényleg, amikor együtt vagyunk, meg nincsen probléma, akkor meg annyira el vagyok vele, hogy még így senkivel a világon. Ugye ne legyetek már gyerekesetek, komolyodjatok meg, de te is benne vagy a korba. Fogj ebből a kolbászba, kell segítek. Ez hogy az lesz, lejövök Tarjánba, tesó. Most gondolkodunk rajta egyébként, elmondom Frankot neked, hogy nem nagyon van vendégem most Pesten, tud, mint Borbé. Éneklésem egy, most nem tudok énekelni, fellépni, semmit nem tudok csinálni körülbelül, úgyhogy költözünk át vissza a Tarjánba most, jó hónapba. Úgyhogy lehet ketten csinálni a kolbászbizniszt. Figyelj, a kolbász ennél jobb ötletet biztos nem is tudok kitalálni se. Ez a kolbászbiznisz lesz belőle. Hát Ricsi testvérem az nem mond hülyeséget egyébként, ebben a kolbászban tényleg lehet pénz, és hát tök jó hangulata van az egésznek egyébként. Lehet, hogy ez lesz, hogy beszállok a kolbászbizniszébe a Ricsikének. Figyelj, úgy mamának szerintem szimpatikus a Rebeka, nem? Vagy te hogy jöjj vele? Látod rá? Hát, tudod, hogy mama tudod, milyen válogató most. Mama eléggé kritikus. Mama az kritikus. De figyelj, ez majd ő úgyis megmutatkozik. Yeah. Gyorsan alakultak a dolgok, elég gyorsan összeköltöztünk. Igen. Azóta meg nagyon jól köztünk minden egyébként. Nagyon jól kijövünk, nem veszekedünk annyit. Mondjuk volt egy kis veszekedés köztünk, megmondom őszintén, de hál' Isten megbeszéltük, és már nagyon vártam, hogy el tudjunk jönni magához, hogy végre megismerjem. Én nagyon örülök, hogy megbeszéltük vele a dolgokat. Szimpatikus vagy, bevallom. Tesókám, na, ez lenne a helyszín, ez a házba. Fészek? Így van, ebbe a házban nőttem fel, amott volt egy játszótér, tesóm, ott a halast, ott a strand, oda jártunk ki, erdőbe mászkálás, járkálás, szomszédok, rokonok, mindenhol, tesóm. Na most már kíváncsi vagyok a szülő. Ugye? És mamó már biztos vár minket, biztos főzött. Meg most már ennél kis éhes vagyok. Ja jó. Ne nézelődjél, menjünk enni. Kis a levegő. Tudod, mama nagyon kritikus, figyelj oda. Meg Rebeka is, hogy mit hogy csinál, de, nem, de amúgy házias jó lánynak tűnik. Házias lány, tesó. Nem is gondoltam volna, tudom, először megismerte, azt hiszem, hogy ilyen kis cicababa, tudod. Uh-huh. Aztán kiderült róla, hogy hallod, följött hozzám, elmosogatott, hallod, tisztaság van nálam, rend van nálam, mióta ott van. Nagyon fontos kérdés, de ezt most komolyan kérdezem. No, kedlit tudsz aggatni? Tud, már éhes vagyok egyébként, menjünk, nézd meg, hogy mit csinálom. Én is bokhalós vagyok, gyere, menjünk. Testvér, nézd meg, hogy kész van-e már. Na, alig várom, hogy Arnoldékkal talizzunk. Tényleg azokkal mi van? Most mutatja be a lányt a mamájának. Igen? Ja, a mámiának. Első tali? Ja, első tali. A biztos tetszeni fog neki. A biztos, aranyos lány, persze. Persze, biztos tetszeni fog neki. Aztán majd... És velük hol találkozunk? Hát halózgatunk. Fel kell hívni. Hát felhívjuk. Na, hívj fel. Városba majd. Jó, van, felhívom. Kódra emléksz? Hogy nem emlékeznék már? Tudod a kódot? Hogy nem áll? Hogy nem emlékeznék már? 1989 kulcs. Igen, konkrétan. Emlékezel, az csönge. Nem úgy van az.
Nem hall az az asszony mácsoró. Fényes elemérni. Ja, itt vagyunk, mamóka. Megyünk. Uram. Hol lehet már a pop? Na Évike, mennyi az idő körülbelül? Ja, vagyok, én is nagyon. Én nekem lesz kész neki? Görcs van a gyomromba, hogy milyen lesz. Nagyon hát, kíváncsi nagyon leszek kíváncsi rá, vagyok. Hogy vagyok. Mennyi hát az már idő? 6 óra lesz lassan. Ó, Istenem, hát most már akkor jöhetne. Már nagyon izgulok én is. Hát ez egy egész napot. Te is, ugye, drágám? Milyen lesz az apa haja? Jelzi? Megnézzük apának a haját. Biztos nagyon jó lesz. Hát, ilyen szép, vigyázz csak, drágám. Ilyen szép haja lesz, mint a tiéd, ugye, drágám? Legalább 6 óra hosszát dolgoznak a haján, de már úton volt, amikor beszéltünk. Szerintem a ragasztás persze, miatt, persze. Hogy megkössön a ragasztás. Igen, igen. Jenci! Amúgy van, Tibike, ma megint nagyon hízol, ha ma mi lesz? Le van fogyva, de hogy így. Le voltam fogyva, amúgy igaz, le voltam fogyva, alig volt hasam. Ha ne csináld ma, fiam. Amúgy meg Arnoldék is itt vannak tarjánba, képzeld el. Nálunk romák nem mindig az asszony szedik ki az ételt. Persze. Első dolog, amit meg kell tudnod ebbe a családba. Első szabály. Jenci, hogy tetszik? Jó. Na, ugyanolyan a haja, neki mint... Banderas. Na, mind a tiéd. Igen, majd. Látod? Vagy lehet, hogy megöntelítettem. Tudod, tesó. Hát igen, igen, igen. Erősebb kutya, rá sem mentem, tesó. Jó, ebből nem volt ezt a veszély. Ne idegesítsél, már hát megbeszéltünk. Odaadtam a pályát. Te mindjárt rádöntöm.